Oroszlán, szeptember második fele. Pozitívum, negatívum és egy tanács. Hát lesznek itt fontos események, méghozzá például szeptember 18-án holdfogyatkozás. Holdfogyatkozás a halagban. Tehát most már nem a kosban, nem a mérlegben, hanem a halagban. Itt elkezdődik lassacskán a halak szűz páros. Na de erről külön videó lesz a holdfogyatkozásról. Egyébként a 8-as ház lesz érintett, ha az oroszlánokról beszélünk, ez viszont a nagy pénz. Napforduló szeptember 22-én, és itt bizony az év férfias szakasza átvonul a nőies szakaszba, mert itt a nap belép a mérlegbe. Mérleg, tehát itt akkor dominál a Vénusz energia, női energia. Na de nézzük a kártyákat. Pozitívum. Na, mi van itt? 6-os, nagyon pozitív, nagyon kellemes, nagyon kedves kártya. Kelyhek, boldogság, érzelem, érzések. Valami vagy valaki nagyon boldoggá teszi a lelkünket. Pozitív, gyógyító vízenergia. Ez lehet egy találkozás valakivel, akivel már rég nem találkoztunk. Mivel ez a kártya maga a múlt, a nosztalgia, lehet, hogy valakivel találkozunk, például akivel együtt tanultunk. Vagy nézegetni fogjuk azt a fotóalbumot, azokat a régi fényképeket át fogjuk nézegetni, és újra-újra elönti a lelkünket ez a boldogság, múlt, nosztalgia, de kellemes kártya mindenféleképp. Lehet valaki megajándékoz minket egy virágcsokorral. 10-es. Jó, hogy ez a kártya a pozitívumra jön nekünk. 10-es kardok, tehát levegő energia. Önmagában nehéz kártya, de mivel a pozitívumra jött ki, ez nekem nagyon tetszik. Ez a kártya maga a lezárás kártyája. Lehet, hogy valaki végre valahára megszabadul a múlt terhétől, mert ugye a 6-os maga a múlt, a 10-es ez egy nehéz lezárás, végre valahára valamit lezár, elvágja magát a múlttól, a régitől, és ez bármi lehet. Ez lehet egy hivatalos ügy, ez lehet egy jogi ügy, ez lehet párkapcsolat. Végre valahára az emberit megkönnyebbül. Milyen érdekes, nagyon érdekes. Akár ezek a gondolatok, ezek a negatív gondolatok nem hagynak minket békén, hogy miért így történtek a dolgok a múltban, miért ezt tettem, és miért nem azt tettem. Tehát végre valahára ez véget ér. Véget is kell vetni ezeknek a negatív gondolatoknak. Tehát amit nem tudunk megváltoztatni, azt el kell engedni, el kell vágni. Ehhez erő kell. Erő kell. Lesz erőnk? Lesz. A kártya pakli alján ott van az ász, a kardok ásza. Ez maga az erő. Tehát egy ilyen hatalmas kardot kapunk a kezünkbe, és kvázi ez az a bizonyos fegyver, amivel el tudjuk vágni azt a sok negatívumot, tehát magunkat attól a sok negatívumtól el tudjuk vágni, szakítani. Ez nagyon jó. Ráadásul a kardok, tehát levegőenergia, az ész, a gondolat, igen, ha negatív gondolatokról van itt szó, akkor megint csak egy hatalmas fegyver itt van a kezünkben. Ez nagyon jó, nekem ez nagyon tetszik. Tehát ez nekem nagyon tetszik. Bármi is legyen itt, ez a kard, ez egy tényleg hatalmas fegyver. Bármilyen
negatívumot el tud vágni ez a kard. Tehát meg tudunk szabadulni a negatív dolgoktól, eseményektől, negatív sorozattól. Megyünk tovább. Négyes érmék, pénzes kártya. Egyébként stabilitást mutat. A négyesek nekünk stabilitást hoznak, stabilitást mutatnak. Pénz lesz. De rögtön figyelmeztetés a kártya, hogy vigyázzunk is a pénzünkre, az értékeinkre. Miért? Holdfogyatkozás szeptember 18-án, tehát a holdfogyatkozással kvázi mi belépünk egy karmikus folyosóba, ami tartani fog október 2-áig, mert október 2-án napfogyatkozás. Tehát az a bizonyos karmikus folyosó. Akkor érdemes valamilyen fontos dologba belevágni, aláírni, valamire igent mondani határozottan, ha tényleg nagyon-nagyon-nagyon biztosak vagyunk a dolgunkban, hogy mi ezt tényleg akarjuk, tényleg akarom azt a szerződést, tényleg akarom azt a házasságot. Mert ha később netán megbánjuk ezt a bizonyos dolgot, hát lehet, hogy nem fogunk tudni megszabadulni, vagy legalábbis nagyon-nagyon nehéz lesz megszabadulni attól a köteléktől. Igen, ez egy nagyon jó kis figyelmeztető kártya is, és egyébként ez mindenkinek jó ez a figyelmeztetés. Na, megyünk tovább. 14-es a mértékletesség. Nagyon pozitív kártya, nagy árkán ütős kártya. Meg lehet nyugodni, hátra lehet dőlni, amikor ez a kártya megjelenik. Minden csodálatos lesz. Tehát tényleg itt valamilyen szúrós helyzet, az megszűnik. Sőt, mivel az ász az lehetőség, és amikor megjelenik ez a kártya a mértékletesség, akkor a fenti erők, itt bekapcsolódnak rendesen, jókor jó helyen lehetünk. Ez egy esély. Kártya pakli alján hold, a 18-as kártya, és szeptember 18-án holdfogyatkozás. Tehát itt valami történhet, valamilyen fontos dolog. Na de, ahogy mondtam, a holdfogyatkozásról lesznek külön videók, minden csillagjegynek külön lesz egy videó. Na de megyünk tovább. 10-es tűzenergia a ti energiátok. Pozitív tűzenergia, visz minket a célhoz. És ez a kártya azt üzeni, hogy már majdnem célba értünk, már majdnem valami sikerült. Még egy picikét bírni kell ezt a terhet, ezt a tempót. A cél előtt sokszor feladják az emberek, de itt bírjuk. A pozitív tűzenergia az ilyen, az segít minket, tűzenergia a ti energiátok ráadásul. És egész évben ugye az északi karmikus csomó a kosban van, a kos tűzenergia, tehát kell is az a bizonyos pozitív tűzenergia ahhoz, hogy elérjük a célt, a célokat. Nagyon jó. 3-as az uralkodónő. Valami születésben van. Lehet ez egy kisgyermek is, lehet az unokánk ez, de egyébként bármi lehet ez. Lehet, hogy valaki elindítja a saját vállalkozását, lehet valaki elkezdi írni a könyvét. Az is lehet. Tehát bármi legyen is, az jó kis, hát ilyen termékeny talajt kapunk ehhez. Ez csodálatos. Ez a bőség egyébként a Vénusz kártyája. És ez csodálatos. A Vénusz maga a szépség, a boldogság, a finomság, és ahogy mondtam, 22-én, hát ugye a napforduló, úgyhogy itt a női szakasz kezdődik, a női energia dominálni fog. Tehát az ilyen uralkodó nő
energia dominálni fog hát a következő fél évben. Egészen addig, amíg a napocska ismét be nem lép a kosba. Csodálatos. Megyünk tovább. Megyünk tovább. Egyébként az ilyen szépségű dolgok, azok is ide tartoznak. Lehet, hogy valaki elmegy egy szépségszalomba, ott kicsit szebbé teszik, ha lehet ezt így mondani. Lehet, valaki megváltoztatja a frizuráját, mert minden, ami szép, minden, ami finom, az is ide tartozik. Például a művészet kártyája is. Lehet, valaki elindítja a saját vállalkozását, lehet, hogy nyit egy cukrászdát, tehát a finomság, a sütemények, azok is ide tartoznak. Megyünk tovább. Negatívum. Na nézzük. Hatos tűzenergia. Önmagában nagyon pozitív kártya, a győztesek kártyája, de mivel negatívumot nézünk, lehet, hogy itt még lesz valamilyen akadály, vagy több akadály elérni ezt a győzelmet. Megyünk tovább. Ha nem sikerül elérni ezt a bizonyos győzelmet, az nem jelenti azt, hogy később nem fog sikerülni, de lehet. Lovag és kelyhek. Érzelem, kaphatunk egy olyan hírt, ami nekünk nem fog tetszeni. Kettő darab lovag. A lovagok mutatnak nekünk. A lovak. Híreket hoznak nekünk. Nem biztos, hogy fognak nekünk tetszeni ezek a hírek. A ló az maga a mozgás, a menetelés, tehát az utazás, a közlekedési eszköz, azok is ide tartoznak, az autó, a kerékpár. Tehát itt lehet valamilyen kellemetlenség, valamilyen dolog, durdefekt például. Megyünk tovább. Mi van itt? Tízes. Érmék, ez is csodálatos kártyák. Egyébként csodálatos kártyák jönnek most a negatívumra. Az egyik legerősebb pénzes kártya. Vigyázzunk a pénzünkre, az értékeinkre, tehát ezt már láttuk a pozitívumon. Itt kvázi még egy figyelmeztetés. Pénz. Lehet, hogy várunk valamilyen pénzt, és az még nem jön. Lehet, hogy később fogjuk megkapni. Négyes, és ez is pozitív kártya. Tűz, energia, ünnep. Hát valamilyen ünneprontás lehet itt. Valaki ünneprontó lesz. Ez a család kártyája egyébként még, ez a tízes. Lehet ez egy családi ünnep, lehet ez születésnap. Lehet valakit várunk, hogy épp ideje, hogy megjelenjen, de valamiért nem fog megjelenni. Úton van valaki, és nem jön. Várunk valakit, és nem jön. Megyünk tovább. Király, nagyon gyakran ikrek, mérleg vagy vízöntő ez a király. Nem lehet hatni a szívére. Ő maga az ész, az okosság. Lehet egy ilyen király egy picikét meg tudja nehezíteni a dolgunkat. Egyébként lehet orvos vagy ügyvéd ez a király. Megyünk tovább. Na, mi van itt? Ötös. Kelyhek. A kártya nagyon gyakran szokott mutatni például konfliktust, veszekedést vére a rokonokkal, szokott mutatni, de ez a szomorúság kártyája. Nos, hát ilyen a negatívum.
Ami nekem nagyon tetszik, hogy ilyen ütős kártyát nem kaptunk, tehát egyértelmű, hogy itt el lehet kerülni a negatívumot, meg lehet birkózni ezekkel a dolgokkal, ezekkel a problémákkal. Megyünk tovább. A mindennapi boszorkányok még mit mondanak? Na nézzük, egyet a pozitívumra, egyet a negatívumra húzunk. A pozitívum itt nekem nagyon tetszik, hogy ő valamilyen tényleg szúrós, fájdalmas dologtól meg tudunk szabadulni. Kártyapakli alján megint a hold, és itt a hold, és még egy hold, és holdfogyatkozás, tehát valamilyen fontos esemény fog történni. Érdemes odafigyelni. Egyébként a 8-as ház, ugye a 8-as ház érintett, az élet és a halál háza. Valami véget ér, és valami új megszületik, és itt lehet látni a pozitívumon, hogy valami véget ér, de ennek örülni fogunk, hogy végre valahára ettől megszabadultunk. Például a 8-as ház nagy pénz, a hitel, az is ide tartozik. Lehet végre valahára valaki kifizeti azt a hitelt, és megszabadul ettől a tehertől. Na de megyünk tovább. Mi van itt? 21-es, ez csodálatos. És mi van itt? Ez nem csodálatos. Tehát 21-es a világ, a külföld kártyája egyébként. Minden, ami külföld, az ide tartozik, az utazás, a nyaralás, az idegen nyelv tanulása, lehet valaki végre valahára megkapja az állampolgárságot. De lehet látni, hogy ez a kis bosszilány mennyire boldog, tehát repíti a kalapot. Tehát valamit végre elért, valamilyen sikert, és végre valahára át tud lépni egy új szintre. Repíti a kalapot, mint amikor megkapják a végzettséget, a diplomát, azt az oklevelet a tanulók, a diákok. Na most tehát valamilyen siker az itt van. Ez egy nagyon jó jel. A pozitívumon ő az utolsó kártya, ez duplán jó jel. Negatívum, hármas kardok, önmagában is egy szúrós kártya. Tehát az összetört szív, a szerelmi csalódás, a hátba szórás, a pletykák kardok, mindent, amit mondunk, írunk, a pletyka is ide tartozik, a szócsaták, a viták, veszekedések. Tehát igen, van itt valamilyen szurkálódás. Megyünk, azért ezt a holdkártyát itt hagyom, ez fontos, holdfogyatkozás, és a hold megjelent nekünk, és akkor az évkereke mit mond nekünk, az akasztott ember, maga az áldozat, lehet épp ideje megszabadulni ettől a szereptől valakinek, épp ideje megszabadulni ettől az áldozat szereptől. A pozitívumban látunk, hogy valamilyen szúrós helyzet, nehéz helyzet véget ér. Egyébként ez a tízes, a botok tízes mutatóját is, hogy túl sokat vállalunk magunkra, hogy kihasználhatnak minket. Na most ezt nem szabad hagyni, de az oroszlán ügyes, erős. Ha van valamilyen helyzet, és valahogy nem tudjuk megoldani, akkor lehet, hogy érdemes más szemszögből hozzáállni ahhoz a bizonyos helyzethez. És mivel a holdfogyatkozás most a halakban lesz, a halak maga a varázslat, maga a mágia, és ez a kártya is azt üzeni nekünk, a Neptunusz kártyája ráadásul ez a kártya, és a halaknak az uralkodója is Neptunusz. Tehát azt üzeni nekünk ez a kártya, hogy valami magától megoldódik. Valamilyen csoda, valamilyen varázslat megtörténik. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!